Én vastapsot várok mai estétől, és igazából az, hogy érezzük jól magunkat, fújjunk egy jót, muzsikáljunk egy jót. Ez egy hagyományokon alapuló tanári koncert, amit hát nem is tudom már, szerintem több mint 10 éve indítottunk el a zeneiskolába. Volt ebben tavaszköszöntő, karácsonyi, adventi, farsangi koncert, és hát sajnos ugye az elmúlt 2 évben ezt nem tudtuk megvalósítani. Én ezt nagyon fontosnak tartom, hiszen a szülők és a gyerekek is láthatják, hogy tulajdonképpen azért nem csak beszélünk a zenéről, hanem aktívan műveljük is. Ezt mondhatom talán, hogy mesterei vagyunk a hangszereinknek, és ez is példát mutathatunk a növendékeknek. Ennél inspiráló helyzet nincsen a gyerekek számára, mint hogy élőben hallhatják a saját tanáraikat, és volt már olyan növendék, hogy azért választotta a zenei pályát, mert hallotta a tanárát egy koncerten játszani, és nagyon tetszett neki az a millió, az a színpadi megjelenés, amit akkor ott látott. Én úgy gondolom, hogy elsősorban a hangszert a tanáruk miatt is szeretik meg. Tehát ez nagyon tapasztalható volt a tavalyi felvételi kapcsán, hogy jöttek a gyerekek, óralátogatás, nyílt nap, stb. És nyilván fiatal vagyok, kicsi a korkülönbség, vicceskedtünk, tegeződtünk, stb. Tehát mindenkinek nyilván szimpatikus volt, kvázi mint egy nagy testvér, úgy tudok működni köztük. És szerintem ez volt, ami nagyon meggyőzte őket, az a közvetlen kapcsolat, amit ki tudtunk gyorsan alakítani, és az, hogy természetesen nagyon fiatal vagyok még, és ez szerintem megfogta őket, hogy fiatal tanárnéni, lendületes, stb. Stb. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a tanár személyétől is függ, hogy melyik hangszert választják a gyerekek. De nagyon népszerű ebben a városban a klarinét. Hát az én tanszakom jelenleg 24 fővel üzemel, ami majdnem teltházasnak mondható. Van klarinét kvártettünk is, fúvózenekarban is aktívan részt vesznek a gyerekek, és minden városi rendezvényen ott vagyunk, ahol csak lehet. Az, hogy az elmúlt pár évben, amióta nem tudtunk ilyen jelenléti koncertet tartani, ezért a zeneiskolának a tantestülete változáson ment keresztül, és a nyugdíjas kollégák, a szépkorú kollégák mellett számos fiatal kollega jött az intézménybe, és nekik ez az első alkalom, amikor igazán be tudnak mutatkozni a közönségnek, mert hogy nem mindegyik Szekszárdi, illetve a környékből származik, és hát nagyon fontos, hogy azért megismerjék őket, nem utolsó sorban azért, hogy azért a beiskolázás, ami majd a tavasz második felében történik, ott azért ismertek legyenek a fiatal kollégák is, és legyen növendékük. Ez nekem egy nagyon nagy öröm, hogy szólóban játszotok, hiszen azért a harson az egy zenekari hangszer, ritkán lép ki a Rivalda fénybe, hogyha lehet ezt így mondani. Talán az embereknek nincs is úgy fogalmuk róla, hogy igazán mit lehet ezen a hangszeren művelni, mert esetleg a zenekarban látják, de hogy például, hogy milyen színes repertoárral rendelkezik ez a hangszeret, azt már kevesen tudják. Én ma nem lépek föl ezen az estén, én most azt mondtam, hogy hátra dőlök, és leülök egy kicsit. Hát volt azért koncert, ugye nem zenetanári koncert, és én az elmúlt 2 koncerten, mint a Husek Rezső emlékkoncerten, mint a Lányi Péter emlékkoncerten játszottam, és most átadtam a terepet a fiataloknak. Nagyon izgulok, megmondom őszintén, mert a saját diplomakoncertem óta nem szerepeltem még közönséggel itt az elmúlt 2 évben. Én nagyon várom, és bízok benne, hogy tetszeni fog nekik is az, amit a tanárnéni ma itt művelni fog, hiszen a tanszakomról igazából kötelező házi feladat jelleggel, de mindenki itt lesz nagyjából. Hát nagyon remélem, hogy jól fog sikerülni, sok jó visszajelzést kapunk, és hát még egyszer az, hogy tudunk a növendékeinknek és a szüleiknek is egy löketet adni, hogy igen, és érdemes ezt csinálni, még ilyen kellemetlen, rossz helyzetben is. Zenészként nagyon nehéz volt ez a pandémiás időszak, főleg zenetanárként, hiszen a gyerekeket kamerán keresztül nem lehet megtanítani zenélni, úgyhogy ez nagyon nagy hátránya volt a zeneoktatásnak. Ez az elmúlt 1 év, 1,5 év, tehát én úgy kerültem ide már gyakorlatilag egy digitális oktatásos évbe az új munkahelyemre, ahol a gyerekeket nehezebb volt egy kicsit megismerni, tehát a kamera túloldalán azért teljesen más, mint egy személyes órán.
tulajdonképpen a koncert lehetőségeinket telibe húzta, tehát semmilyen koncertet nem lehetett szervezni sajnos a pandémia idején. Amit megtarthattunk, azt is csak online térben, esetleg szűk nézőközönséggel, de az is nyilván korlátolt számban. Sajnos ez egy kicsit kedvünket is szekte, de azért vagyunk ma itt, hogy ezt most felülmúljuk.